Január végén került megrendezésre Csíkszeredában a Puskás Akadémia. A foci bajnokságon részt vett a kolozsvári Dribbli gyerekfociklub is. Február 2-án pedig a Fradi hívta meg őket Budapestre, egy barátságos mérkőzésre. Köncei Somát várom a stúdióba. Hát ezt a fantasztikus kisfilmet a Sapientia diákjai készítették, Balló Katilla és Rádu Norbert, gratulálunk is nekik. A film zenéjét Köncei Árpád és a Jazzy Birds jegyzi, és már is itt van velem Köncei Soma, szervusz! Szervusz! Hát kezdjük mindenképpen a csíkszeredai eseménnyel. Mi történt ott? Itt kijavítottál közben, hogy nem labdarúgó akadémia, hanem a labdarúgó akadémia tehetségkutató tornáját rendezték meg Csíkban. Erről mesélj. Így van, hát a Puskás Akadémia az létrehozta a Székelyföld labdarúgó akadémiát Csíkban, és az akadémiához tartozó, illetve a partner csapatok szoktak részt venni ezen a turnén, ez fél évente van, és hát ilyenkor jönnek az edzők felcsútról, és a lényeg az, hogy megnézik, hogy a gyerekek mennyit fejlődtek, ki az, aki később oda kerülhet, mert a végső cél mindenképpen az, hogy profiként is sikeres labdarúgókká váljanak a gyerekek. Uh-huh. Mennyi időt töltöttetek Csíkba, vagy ilyenkor ez? Hát ez egy... Két napot voltunk, tehát megérkeztünk este, másnap torna, és utána jöttünk is haza. Tehát egy hétvége alatt lezajlik különböző korosztályokban, mi két korosztállyal vettünk részt, egy U9 és egy U12-es korosztály, az azt jelenti... Mi 9, az, hogy út? Igen, magyarázd el. Igen, tehát az angol terminusból jön, hogy 9 alatti, illetve 12 év alatti gyerekekről van szó. Gondolom, nagyon élvezték a gyerekek, nekik ez élmény. Természetesen az összes torna az egy ilyen lehetőség, hogy megmutassák magukat, és ez mindenképpen egy komoly élmény, úgymond élesbe megy a játék. Persze, ami nagyon fontos, azt szokták mondani, hogy az első tétmérkőzés az majd az első felnőtt mérkőzés a gyereknek. Tehát az utánpótlás nevelésnek az a célja, hogy a gyerek az valóban eljusson a profi karrierig, és az összes torna, tehát itt ennek ki is volt mondva, hogy ez erről szól, de igazából az összes torna erről szól, hiszen nem a számszerű eredmény számít egy-egy gyerek meccsen, nem az a döntő, hogy ki mennyit nyer meg, hanem hogy kiből lesz a végén sikeres labdarúgó. Erre egy jó példa, amikor volt 2009-ben az U20-as világbajnokság, ami már
23 évvel azután volt, hogy a magyarok utoljára kijutottak a világeseményre, és még 7 évvel ezelőtt, hogy ismét kijutottunk. És akkor hát emiatt persze mindenki felkapta a fejét arra, hogy a 20 évesek világbajnoki bronzérmest szereztek, de annak idején emlékszem, a tévében nyilatkozott Rád Géber László, a híres kosárlabda edző, aki nagyon helyesen elmondta, hogy persze ennek kell örülni, mert a siker örül az ember, de hogy ez csak abban a pillanatban van így, és utána holnaptól csak az számít, hogy ezekből a srácokból ki lesz válogatott. Na most például, hogyha összevetjük, hogy abban a sorozatban mondjuk megverték a spanyolokat, ahol De Gea angol bajnok a Uniteddal, vagy Jordi Alba spanyol bajnok és BL győztes a Barcelonával, míg nálunk csak német Krisztián lett válogatott, akkor azt jelenti, hogy hogy végeredményben a spanyol foci akkor sikeresebb volt, hiába a számszerű eredmény fordítva született. Tehát ezek a tornák is arról szólnak, hogy gyerekek egyre keményebb tornákon, egyre nehezebb feladatok, egyre komolyabb kihívásokkal, így van, és az edzők figyelik őket, és így egyre jutnak feljebb, és reméljük, hogy valóban végén oda kerülnek, hogy aztán őket nézzük a tévébe. És hát ez a kis film, ez fantasztikus, ez amúgy kinek közös ötlet volt? Nagyon jó. Ez, hát úgy már érett a gondolat, úgy... több felőről, hogy valahogy azért mutassuk meg magunkat a nagyvilágnak. Itt az U12-es csapat szerepel benne, illetve hát a főszereplő, ő a 7 évesek közül, így van. És hát egy kicsit, tehát amellett, hogy egy érdekes filmet össze akartunk hozni, itt van egy ilyen kis történet is benne, hogy ugye a film elején kapura rúg egy másik gyereknek, és még az se sikerül neki, és a végén már a nagy stadionban lövi a felnőttnek a nagy gólt, úgyhogy reméljük, nagyon hogy valóban ezt az utat végig. Biztos ez is élmény volt számukra, meg hát egy maradandó. Más jellegű élmény, ez más jellegű élmény, mert hát a meccsen ott hirtelen meg kell hozni egy döntést, és utána már nem lehet megmásítani. Itt viszont filmecskén volt, meg hogy, lehet dolgozni. Órákon keresztül lehetett rúgni a labdát, amíg jól sikerült. Így van, így van. Térjünk át Budapestre, a Fradi vendégei voltatok. Igen, Bognár Kornél kollégám volt még Budapesten, amikor ott dolgoztam, azóta ő a Fradihoz, én meg ugye a Dribblihez kerültem, és ő általa ismerkedtem meg. Tehát azt már elmondtuk a nézőknek, hogy te ott voltál Budapesten, igen. Edző, igen, folytassad. Igen, igen, és ő általa ismerkedtem Kerekes Barnával és Keller Józseffel, a Fradi utánpótlásának a prominenseivel, és hát akkor ők meghívtak, hogy vegyünk részt egy ilyen közös mérkőzésen az említett két korosztállyal, és hát ez persze egy nagyon nagy élmény volt, hiszen azért a Ferencváros mégiscsak nemzetközi kupát nyert, és legtöbbszörös magyar bajnok, itt azt hiszem Erdélyben is a legnépszerűbb csapat, és hát velük játszani az mindenképp nagy élmény, és ráadásul nem csak ez volt, hanem meglátogattuk például a stadiont, a Fradi Múzeumot, ahol az UEFA kupát meg az aranylabdát is megtekinthették a gyerekek, de talán a legnagyobb élmény az volt, hogy a kapusunk, Dávid, aki a filmen is látszik, mondjuk... Szenkovics Dávidka? Így van, leülhetett Dibusz Dénes helyére, vagy a csatárunk Böde Dani helyére, tehát az öltözőbe bementünk, úgyhogy mindenképpen ez egy nagy élmény volt. Milyen terveitek vannak a továbbiakban? Most hányan is vagytok? Sokan, egyre többen? Hát 200 fő körül van a teljes létszám, ugye ezt külön kell választani, hiszen a Dribblinek két célkitűzése van, az egyik az a tömegsport, itt természetesen itt vannak a többen, és közülük választjuk ki az említett két korosztály például, illetve most már van egy harmadik, amiben Milán a film főszereplője is játszik. Az ő esetükben vannak ezek a meccsek, illetve az ő történetük szól erről, hogy futballista képzés. A többiek úgymond egy hobbiként űzik ezt a játékot, természetesen kapnak cserébe egy nagyon komoly mozgáskoordinációs képzést, amit ők észre se vesznek, ők csak eljönnek és játszanak. Tehát ezért ez két külön dolog.
ahhoz, hogy működjön a versenysport, ahhoz viszont egy nagyon komoly tömegsportbázis kell, hiszen ezeket a srácokat is onnan válogattuk ki, tehát nyilván minél nagyobb a verseny, annál tehetségesebb gyerekeket. És ennek az alapját már te megteremtetted. Neked köszönhetően megteremtődött. Soma, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Van még egy kis meglepetés film, amely szintén a szapienciás diákok munkája dicséri, ugye? Igen. Lássuk a filmet, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Buzászkinak adja. Buzászki Laposa Puskásnak játszik. Puskás a magyar csapat tér felé ül, indul el a labdába. Laposan befelé gurítja kocsisit. Bozsik Laposan Hidegkutinak. Hidegkuti Laposan Budainak. Micsoda gyönyörű akció. Budai Tibornak adja, aki a jobb szélső helyére húzódik. Tibor most befelé ül, Laposan Puskás elhúzza, rájt mellett a labdát, bal elő, gól!